Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban egy nyári TBR listával készültem nektek. Legutóbb volt egy könyvvakáció TBR listám, ahol konkrétan azt a 6 könyvet mutattam meg nektek, amelyeket mindenféleképpen Csaba kihívásához fogok elolvasni, viszont most független Csaba kihívásától hoztam nektek olyan könyveket, melyeket idén nyáron szeretnék kiolvasni, mikor lesz időm arra, hogy hát eddig is volt időm arra, hogy igazából olyasmiket is olvasok, amiket szeretnék a kötelezők mellett, de hogy most ugye csak arra van időm, amit szeretnék olvasni, és ezért gyűjtöttem össze nektek azokat a könyveket, itt vannak mellettem nagy kupacba, amelyeket az idén nyári olvasmány listámba mindenképpen megpróbálok beszúrni. Ennek a videónak több fejezete is lesz, szóval több részre osztottam be ezeket a könyveket, különböző szekciók szerint, szóval kezdjük először is a klasszikusokkal. A könyvvakációban több klasszikus könyvet mutattam meg nektek, és ide most kevesebb klasszikus hoztam, kettő könyvről van itt most szó, melyek klasszikusak, az egyik nem más, mint a Bíbor szín Alice Walkertől, melyet mindenképpen szeretnék elolvasni, ez egy nagyon fontos könyv a feminista és a fekete irodalom szempontjából is. Tavaly nyáron majdnem elolvastam augusztusban, viszont nem tudtam elolvasni végül, és kicsúsztam a live-ból is, ami készült belőle. Így most idén nyáron szeretném ezt a könyvet bepótolni. A regényből egyébként film is készült, amely nagyon elismert volt, és Steven Spielberg készítette, emellett még Pulitzer díjat is nyert ezzel a levélregényével Alice Walker, szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a könyvre, és nagyon nagyok az elvárásaim is. Én úgy gondolom, hogy nekem nagyon fog tetszeni. Következő klasszikus pedig nem más, mint a Pendragon legenda szerb Antaltól, ugyanis szeretnék magyar klasszikus könyveket is olvasni, és ha már megvan nekem ebbe a csodaszép libertines díszkiadásba, akkor mindenképpen sort szeretnék rá keríteni idén nyáron. Egy nem túl vastag történetről beszélhetünk, szóval úgy gondolom ezt a könyvet is gyorsan ki tudom majd pörgetni. Egy humoros, kalandos regényről van szó, így nagyon kíváncsi leszek rá, hogy fog nekem tetszeni, mert az Utas és Holdvilágot én nagyon szerettem. És akkor jön a következő szekció, amelyek az olasz könyvek, vagy olaszos hangulatú könyvek, ugyanis nekem a nyár az egyenlő az olaszos könyvek, az Olaszország, az egész Dolce Vita életfelfogással, és én tavaly előtt nyáron olvastam Elena Ferrantét, és az is fontos volt nekem, hogy pont nyáron olvasom, mert az olasz könyvekkel én nagyon-nagyon jól rá tudok hangulódni a nyári vibe-okra, ezért is most nagyon sok olasz könyvet hoztam egyébként ebbe a videóba, amelyeket szeretnék elolvasni. Az első könyv az nem más, mint a Halász negyed című könyv, amely a Visszaadott lány folytatása. Donatella di Pietrantonio az egyik legjelesebb kortárs olasz szerző Elena Ferrante mellett, és mindannyiunknak a BookTube-on hatalmas kedvence lett a Visszaadott lány, és már sokaknak a folytatása a Halász negyed is nagy kedvence lett, és Csaba is úgy mondta, hogy Visszaadott lány a gyökön, vagy valami ilyesmi matekos példát mondott, amit már sajnos elfelejtettem, a négyzeten, Visszaadott lány a négyzeten, és akkor emiatt vagyok már rá, én is nagyon kíváncsi, és nagyon nagyok az elvárásaim, ugyanis hatalmas kedvencem volt nekem is tavaly a Visszaadott lány, így nagyon várom már, hogy belerepítsen újra ebbe a történetbe az író. Hamarosan jövök ennek a könyvnek is, majd az értékelésével. Ez is egy rövidke könyv, szóval én úgy gondolom ezt is nagyon-nagyon gyorsan ki fogom pörgetni. Elképzelhető, hogy még a Visszaadott lányt is előtte újraolvasom, mert nagyon-nagyon sokat fog majd benne utalni az előzménytörténetre.
És akkor a következő olasz könyv szintén egy rövidke olvasás lesz, én úgy gondolom. A maga 180, annyi se, 173 oldalával. Ez nem más, mint az aranykeretes szemüveg. Ezt a könyvet úgy emlegetik, mint a Halál Velencében olasz párja. Egy LMBTQ történetről van szó. Ebben a regényben két homoszexuális férfi szerelmét követhetjük végig. Számomra nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a történet. Eszméletlen szép egyébként a borítója is. A 20 Európa, az Európa kiadó gondozásában jelent meg, és már maga a borító is szerintem nagyon-nagyon-nagyon nyárias, azzal, hogy fürdőruhában fekszenek így a tengerparton talán, vagy nem is tudom, és annyi van még a borítóra írva, hogy az olasz próza igazi gyöngyszeme. Így úgy gondolom, hogy ez a könyv nekem tetszeni fog. Ezekből az előjelekből kiindulva, hát majd meglátjuk, ennek is hamarosan fogok majd érkezni bővebb értékelésével. És akkor eljutottunk Elena Ferrantéig, ugyanis még mindig van kettő könyv, amit nem olvastam az életműből, a nápolyi regények előtti trilógiájából, amelyek az Amikor elhagytak és a Nő a sötétben. Ezeket a könyveket szeretném végre valahára idén-nyáron elolvasni. Most, hogy mikor ezt a videót felveszem, láttam, hogy Kriszta, te már olvasod a Nő a sötétben, és meg lett neked kemény táblás verzióba, szóval kíváncsi leszek a véleményedre, és én is nagyon várom már, hogy ezt a könyvet is kipörgethessem. Nem hosszúak ezek sem egyébként, viszont azért a régebbi Ferrante könyvekkel más tempóban lehet haladni, mint a nápolyi regények tetralógiával, amit tényleg kibírtam pörgetni napok alatt, annyira berántott. Szóval ezekkel nehezebben lehet szerintem haladni a korai műveivel, de ettől függetlenül ezek is nagyon-nagyon jók. Így várom már, hogy fognak tetszeni. Ez Amikor elhagytak elvileg nagyon-nagyon durván levisz az életről, meg a Nő a sötétben sem egy hajde nagyon egyszerű olvasmány, de majd meglátjuk, milyen lesz, és ezekről is hamarosan fogok nektek bővebben mesélni itt a csatornám. És van egy könyv, amely nem regény, viszont kapcsolódik az olasz tematikához. Ez egy Utica Lauz. Nem más, mint az Utica Lauz az édes élethez, 50 felejtetlen élmény Olaszországban. Ez a könyv az Eravan kiadó gondozásában jelent meg. Gyovai Helén könyv, aki az Olasz Mama néven vált ismerté, a Hogyan lettem Olasz Mama című könyv kapcsán. Ez a könyv már dedikálva is lett nekem, ugyanis ott voltam a szegedi Eravanos könyves beszélgetésen, ahol Fejős Éva és Gyovai Helén beszélgettek egymással, és nagyon kíváncsi lettem, és nagyon felfigyeltem erre az író nőre, és ott helyben meg is vásároltam a könyvét, mindössze 2500 forintért minden Eravanos könyvet akkor ott annyiért meg tudtunk venni, így úgy voltam vele, hogy 5500 helyett 2500-ért nagyon megéri, egyből le is csaptam rá, egy kemény táblás könyvről beszélhetünk, és nagyon-nagyon-nagyon szép belülről is, szóval ez a nagyon szép design vezeti végig a könyvet, és tele van képekkel, nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt emiatt is, és még nem is olvastam Utica Lauzt, így arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó beugró lesz, és nem is egy hagyományos Utica Lauz, hanem sokkal színesebb, sokkal szebb, és ez is szerintem az olasz élmény nagyon el fogja hozzám hozni, és biztosan hasznos lesz, ha egyszer kijutok Olaszországba, biztos nagyon sok helyre meg fogja hozni a kedvem ez a könyv, ezzel az 50 felejthetetlen élményével. Ezek lettek volna tehát az olasz könyvek, a videó olasz szekciója, és most áttérünk a krimikre, ugyanis a krimi is egy nagyon jó kikapcsolódást jelent számomra, és úgy gondoltam, hogy idén-nyáron is szeretnék néhány krimit olvasni, nem lesz sok, csak kettő darab, egy külföldi és egy magyar szerzőt választottam. A külföldi az nem más, mint Müsszó. Müsszótól a Brooklyni Line-t fogom majd mindenképpen végigolvasni, második találkozásom lesz Müsszóval, hihetetlen kíváncsi vagyok már erre a könyvre is, amiről szintén nem túl sok mindent tudok, de Csaba már olvasta, és úgy tudom, hogy neki tetszett, szóval nagyon várom már, milyen lesz a Müsszó élmény. Ez sem egy hú de hosszú könyv, 330 oldalas, de Müsszóval nagyon-nagyon gyorsan lehet haladni, és nagyon be tud rántani az olvasásba.
A másik, a magyar szerző pedig, amit már láthattatok a 21. század Te a Parti is videómban, nem más, mint Maksai Kinga, aki a Covid alatt írta a karanténban a Most már biztosan hazaér című könyvét, egy női pszichotrillerről van szó. Emellett Csaba is megkapta ezt a könyvet, és nagyon kíváncsi leszek rá, hogy neki, meg majd nekem is, hogy fog tetszeni. Szóval magyar vonalon ő Maksai Kingától fogom ezt a regényt elolvasni. És a videó utolsó szekciójába érve, 21. század kiadós kult könyvekből is hoztam kettő darabot. Az egyik, az nem más, mint az Árulások, egy tavaszi megjelenés. Én a könyvkötőt olvastam már az írótól, amely a tavalyi évem nagy kedvence lett, és a könyvkötőt is tavaly pont nyáron olvastam el, így úgy gondolom, hogy jó lesz még egyszer ettől az írótól nyáron olvasni. Ez a könyv hasonló a könyvkötőhöz hangulatában, viszont egy Éhezők viadalához hasonló, valamilyen szintű ilyen párbajos téma jelenik meg ebben a történetben, szóval egy akadémia világában járunk, és itt lesz majd egy olyan verseny, amilyen részt vesznek a szereplők. Egy fantasy történetről van szó, nagyon várom már, lehet kicsit borongós lesz a nyárra, de a könyvkötő is nagyon jól esett, és gyönyörű szépen tud írni Bridget Collins, szóval várom már az Árulásokat is. Másik 21. százados könyv pedig Sally Rooney-tól a Hova lettél szép világ. A baráti beszélgetéseket annó félbe hagytam, vagy nem, a normális embereket hagytam annó félbe, a baráti beszélgetések nekem nagyon tetszett. Emiatt vagyok kíváncsi a Hova lettél szép világra, fog-e annyira tetszeni, mint a baráti beszélgetések, vagy fog-e annyira nem tetszeni, mint a normális emberek, és ezt is félbe fogom-e hagyni, vagy eznek mi lesz a sorsa, erre kíváncsi vagyok. Emellett a normális embereket is újra szeretném olvasni, ezt majd meglátjuk, hogyha pozitív lesz nagyon a Hová lettél szép világ, akkor szerintem azonnal újra olvasom, viszont ha nem lesz jó élmény, akkor nem tudom, mi lesz velem, de próbáljunk pozitívan gondolkodni, hogy jó lesz. És ami megfogott ebben a történetben, attól függetlenül, hogy nagyon sok szálon fut, és azt hiszem négy nagy szereplője van, az egyik szálban vannak melegek, és egy LMBTQ történet is kibontakozik, így ebből kiindulva gondoltam, hogy majd fog hátha nekem tetszeni. Szóval ő az utolsó könyve a mai videónak, és hát ezek lettek volna az idei nyári TBR listám nagy-nagy tervei. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Gondoljátok, akkor mondjátok el nekem kommentben, melyik az az egyetlen egy könyv, de többet is mondhattuk, amelyet mindenképpen idén nyáron beszeretnétek szúrni az olvasmány listátokba. Hamarosan érkezek a következő videóval, addig is mindenkinek szép napot, jó olvasást, jó barnulást, jó napozást, jó fürdést, jó nyarat kívánok nektek, sziasztok!